A Mi Hazánk Mozgalom egyház és civilügyi kabinet elnökeként örömmel osztom meg önökkel, hogy 2022. október 10-én újjáalakult a Mi Hazánk Mozgalom egyház és civilügyi kabinetje. Rendkívül fontos esemény ez a mi életünkben. Tiszteletre méltó tagjaink között jelen vannak komoly élettapasztalattal rendelkező keresztény és protestáns istenhívők, fiatal harcos keresztények, az önismeret útját képviselők, a magyar ősvallást kutatók, és vannak olyanok is, akik a tudomány különböző ágazatain keresztül találták meg az utat a Teremtőhöz. Közleményünkben üzenni szeretnénk minden magyar testvérünknek, hogy a magyar nemzet szent templomában, a magyar parlamentben létrehoztuk azt a közösséget, amely a krisztusi értékrendet újra fogja éleszteni hazánkban. Hivatásunk a hitbéli rend és egyensúly megtartása. Hazánk iránti szeretetből meg fogjuk tisztítani Magyarországot az élet ellenes propagandától, és felállítjuk azt a normarendszert, amely lelki, szellemi biztonságot nyújt minden magyar testvérünknek, és amely normarendszer a Mi Hazánk Mozgalom erős tartó oszlopává tud válni. Mi igazságot képviselünk, farizeuskodás nélkül. Felvesszük a harcot azzal a hatalmas sötét erővel, amely megtámadta szellemi értékrendünket. A fekete mágia ideje lejárt. A felelősségvállalás, a megtisztulás és a megújulás időszakát éljük. Engedjük hát el életellenes ragaszkodásainkat, és bízzunk a magyar szent korona értékrendjének bölcsességében. Hisszük és valljuk, hogy a Teremtő a saját maga képmására és hasonlatosságára teremtette az embert. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a rész tartalmazza az egészre vonatkozó információt. Bárhogyan is mondjuk el, a lényeg mindig ugyanaz. Egy-egy csepp vagyunk a tengerből, annak minden információját hordozva. Munkásságunk alapját jelenti, hogy erre minél több magyar testvérünket ráébresszük, így a félelem meg tud szűnni, hiszen a sötétség csak a fény hiánya. Mi 2022. október 10-én a Nemzet templomában felélesztettük ezt a szikrát. Harcos keresztényként is tiszteletben tartjuk az univerzum törvényeit. A betlehemi bölcsek és hun őseink bevált szokását követve figyeljük a csillagok járását, tudjuk, merre tartunk. A győztesek nyugalmával szeretetet közvetítünk, mert nekünk nincs mitől félnünk. Mint mondtam tehát, hamarosan egy komplex normarendszerrel fogunk jelentkezni, amelyre minden magyar testvérünk bátran támaszkodhat. Addig is buzdítunk mindenkit, hogy folyamatosan keresse a szívében lakozó szeretetet, hiszen ott van, mindig ott van, ingyen és bérmentve. Kövessenek minket, és segítsenek a szikrát lobogó fáklyává növeszteni. Köszönöm a figyelmet!